bátaszéki közösségi futás legfiatalabb résztvevője ért be épp a célba, háta mögött 7 kilométerrel. A kihíváson gyerekek, felnőttek, fiatalok, idősebbek, amatőrök és profik egyaránt részt vehettek. A cél egy volt, jó időben, jó társaságban, gyönyörű helyszínen futni egyet. A futam a bátaszék határában található szőlőbirtokról indult, és itt is ért véget. Kiki a maga tempójában és az általa választott távon futhatott. Takács Dénes anyukájával és a nagybátyjával tette meg a 7 kilométeres távot. Egy kicsit nehéz volt, de azért jó volt, tetszett. Busa Tamás, mint nagybácsi kísérte el az unokaöccsét a programra. Azt mondja, csak így lehet a sport szeretetére nevelni a gyerekeket, hogy példát mutatnak nekik. Nagyon szuper volt a futás, örülünk, hogy itt lehettünk egy ilyen szép környezetbe. Különösen érdekes mindig az embernek a saját szülőföldjén egy ilyen élményt, hogy valami újat felfedezhet, és mégis ugye nagyon szépet, amit itt van egy köpésre mondjuk az otthonunktól, de nem volt eddig alkalmam felfedezni, úgyhogy ezért kifejezetten örültem neki. Azt se tartott minket vissza, hogy kicsit rosszabb volt az idő, szerintem a futáshoz ez tökéletesen alkalmas ez az idő. Ez a 10-10 pár fok, ez nekünk igazából segítség, mert hogyha nagyon meleg lett volna, csak jobban izzadtunk volna, úgyhogy ez nekünk kedvezett. Néha kisütött a nap, és láttuk, ahogy Bátaszék tornyán megcsillan a napsütés, úgyhogy ez a szívünknek nagyon kedves volt, úgyhogy kárpótolt minden nehézségért, vagy keményebb emelkedőknél ez így húzta föl az embert, hogy lássa utána a kilátást, úgyhogy nagyon tetszett, és örülök, hogy itt lehettem. Nővéremmel futottam, és az ő kisfiával, úgyhogy az én keresztfiammal tulajdonképpen, és úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy példát mutassunk nekik a sportos életmódba, így lehet őket szerintem jól ránevelni, nem úgy, hogy azt mondom neki, hogy na most te menjél edzésre és csináljad, az nem motiválja őket annyira szerintem, mint hogyha ezt együtt csináljuk és látja a jó példát, így jobban bele tud épülni az életébe, és akkor ez egy életforma lesz, és nem az lesz, hogy ameddig elküldik a pár éves koráig általános iskolába, addig csinálja, és amikor meg már nincs ez a kötelezettség, akkor magától abba hagyja, hanem azt szeretnénk, hogy ez neki a belső igénye legyen, és ezért csináljuk. Összesen most 7 kilométert futottunk, ez egy ilyen köztes táv volt, a 5 kilométeres lett volna az egy kör, volt lehetőség két kört is futni, de úgy gondoltuk, hogy van annyi kapacitás a fiatalemberben, hogy ezt is abszolválni tudjuk, úgyhogy ezt próbáltuk meg, és sikerült is. Dombokon, völgyeken és szőlőtőkék között tehették meg a különböző hosszúságú távokat a közösségi futás résztvevői. A sokadik alkalommal megrendezésre kerülő esemény megálmodója Cenc Péter, aki maga is részt vett a megméretetésen, elmondta, hogy neki nem a 7 kilométeres táv megtételével volt a gondja, hanem inkább az emelkedők nehezítették meg a dolgát. Nagyon jó volt a pálya, a verseny előtt lett nyírva a fű, tegnap este egy 25 milliméteres esőt rendeltünk rá, azáltal semmi por nem volt, sár sem volt, tehát tökéletes volt minden. 12 fokos hőmérséklet, tehát ideális futóidő. Én egy évben általában 3-4-szer rendezzük meg. Nagyon jó ez a szőlőbirtok, nagyon rendesek a házigazdák, itt vendégül látnak bennünket, ami minden szájnak ingere. Ihatunk bort, fröccsöt, mustot, zsíros kenyeret kapunk, emléklapot is kaptam, elő jöttem, tehát csodálatos volt minden. Évente 4-szer, új évtáján, ilyenkor, nyáron 1-szer, születkor feltétlenül, akkor a legnagyobb élmény, akkor nagy szőlőevészetek vannak a futás közben, és összekapcsoljuk előtte, meg utána kis beszélgetések, közben is csapatok vannak, akik közben beszélgetnek, élvezik a együttlétet, és kellemes időtöltés ez itt. És mellette egészségünk meg is adunk, mert tényleg tiszta levegőbe, szép környezetbe, füves talajon tudunk koszogni, ennél jobb nem kell. A közösségi futáson 5, 7, 10 és 12 kilométeres távok közül választhattak a vállalkozó kedvű sportolók. A célbaérést követően a szervezők egy emléklappal jutalmazták a résztvevőket, illetve zsíros kenyérrel és innivalóval is megkínálták a megfáradt futókat.